Új szakaszba lépett a háború Ukrajnában. Ukrán jelentések szerint az oroszok megindították a szárazföldi támadást az ország keleti részén. Az elmúlt napokban még jobbára arról szóltak a hírek, hogy nagy átcsoportosítás zajlik az orosz erőknél, azzal a céllal, hogy ellenőrzés alá vonják a szakadár régiókat. Ukrajna nyugati részén is folytatódtak a rakétatámadások. Orosz jelentések szerint Lvivben külföldi fegyverszállítmányokat semmisítettek meg az orosz vadászgépek. Füst száll az épületek felett és robbanásokat hallani a kelet-ukrajnai Szeverodonyeck városában. Az orosz haderő hétfőn megindította offenzíváját Luhanszk és Donyeck régióban. A 100 000 lakosú Szeverodonyeck és az egykor népszerű Sziatohirszka a bombázások legújabb célpontja. A lakosok nagy része már elmenekült, ám akik maradtak, félve állnak sorba élelemért. Tele vagyok fájdalommal. 70 éves vagyok, és nincs hová mennem, panaszolta egy idős asszony. A városban egyre több ukrán katonát látni, mivel alig néhány kilométerrel odébb az orosz csapatok már nagy erőkkel nyomulnak előre. Az orosz haderő folytatja a támadó hadműveleteket a keleti régióban, azzal a céllal, hogy teljes ellenőrzés alá vonja a Donyeck és a Luhanszk területet, erősítette meg Olekszij Danilov. Az ukrán hadügyminisztérium felvételeket tett közzé a Donyeci területet védő ukrán katonákról. Donbaszban már több mint 8 éve tartanak a harcok az ukrán erők és az orosz barát szakadárok között, akik Kelet-Ukrajnában két független köztársaságot kiáltottak ki. Ezeket Moszkva elismerte. A frontvonalon a legharcedzettebb ukrán katonák állomásoznak. Azt mondják, az utolsó lőszerig kitartanak. Én már 2016-ban is azt mondtam, hogy ha a mi területünkre lépnek, örökre itt is maradnak. Van elég föld, hogy eltemessék őket. Amint ideérnek, azt kapják, amit megérdemelnek, magyarázta az egyik ukrán katona. Éjszaka sem csitultak a harcok a térségben. Több tucatnyi ukrán katonai létesítmény megsemmisítéséről számolt be az orosz védelmi tárca szóvivője. Éjszaka a rakétaerő és a tüzérség 1260 ukrán katonai létesítményre mért csapást. Megsemmisítettek 25 parancsnoki állást, valamint két fegyverraktárt Mikolajiv és Kirovsz közelében, mondta Igor Konashenko hozzátéve. Az orosz légvédelem lelőtt egy ukrán MiG-29-es vadászgépet is a Donyecki régióban. Katonai szakértők szerint a nyersanyagban gazdag Donbász megszerzése stratégiai fontosságú Moszkva számára, főleg azután, hogy nem sikerült elfoglalniuk Kijevet. Mariupol bevételével pedig létrejöhetne egy szárazföldi folyosó a Krím-félsziget és a Donbász régió között. Az ostromlott kikötő városból azonban továbbra is egymásnak ellentmondó hírek érkeznek. Az ukrán kormányfő azt állítja, a város még nem esett el, az ukrán katonák a végsőkig harcolnak. Moszkva szerint viszont Mariupol szinte teljes egészében orosz ellenőrzés alatt áll. Ukrán források szerint a megmaradt ukrán egységek és legalább 1000 civil az azovi acélgyárban húzta meg magát. Orosz hírügynökségi értesülések szerint a Moszkva által támogatott szeparatista egységek már megrohamozták az ipari területet. Eközben Kijev humanitárius folyosók létrehozását kérte Moszkvától a városban rekedt mintegy 100 000 lakos kimenekítésére.